Ez a komlói buszpályaudvar, ahová Pécsről akartak eljutni azok az utasok, akik 2022. decemberében az egyik járatra felszálltak Pécsen. Azonban az utazás nem alakult zökkenőmentesen. Az egyik felszálló ugyanis ittas állapotban inzultálni kezdte utastársait. Az egyik utasnak kivette a füléből a fülhallgatóját, a másiknak a fejét többször megütötte, illetőleg megfogta. Ekkor a buszvezető felszólította a férfit, hogy magatartását hagyja abba, illetőleg, hogy üljön a mellette lévő jobboldali első ülésre. A férfi ennek eleget tett, majd a busz elindult Komlóra. Menet közben azonban a férfi ismételten fölállt, illetőleg a többi utast is inzultálta, cigarettát kért, majd kapott is, és ezt követően rágyújtott a közlekedő buszon a cigarettára. Az autóbuszvezető ezt észlelve a buszt megállította, elkérte a férfitől az égő cigarettát, amit eldobott, majd felszólította a vádlottat, hogy üljön le és maradjon nyugton. Ezt egy ideig megtette, majd hosszú heténynél újra akcióba lendült. Akkor már a buszon tartózkodók testépsége élete került veszélybe. A vádlott hirtelen fölugrott az első ülésről, majd a buszvezető mellé lépett, és ezt követően két kezével jobbra próbálta kormányozni az ekkor mintegy 60-70 km-es sebességgel közlekedő buszt. A buszvezető lélekellenlétének köszönhetően erőteljesen más irányba kormányzott, illetőleg fékezett is, így sikerült tulajdonképpen a nagyobb balesetet, katasztrófát elkerülni, ugyanis bár az útpatkán áthajtott a busz, azonban még az árok előtt sikerült azt megállítani. Ezt követően a sofőr kihívta a rendőrséget, és véget ért a rémálomba illő utazás, azonban az elkövetővel szemben vádat emelt a pécsi járási ügyészség. A vádlott magatartásával a buszon utazók életét, testépségét veszélyeztette, ezért a cselekménye a közlekedés biztonsága elleni büntet megállapítására alkalmas. Ennek a büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség az egyébként büntetlen előéletű férfival szemben próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt. A bíróság büntető végzésével ennek helyt adott, és 6 hónap börtönre ítélte, ennek a végrehajtását azonban 2 évre felfüggesztette. Az elkövető egy fiatal, 21 éves férfi. Az alkoholos befolyásoltság mellett nem vizsgálták külön, hogy esetleg valamilyen drog hatása alatt is volt a vádlott, mikor buszra szállt, tudta meg stábunk.